Kedves testvéreim, egy rövid mozanatot olvastam föl az Úr Jézus életéből, és pedig abból az időből, amikor az Úr Jézus éppen elkezdte a nyilvános szolgálatát. Ugye 30 évvel korrában megszületett, ott hagyta a mennyországot, és kisgyermekként megszületett ezen a földön. És 30 éven keresztül az Úr Jézus többet hallott az atyáról, mint az atyától. Ugye, megszületése előtt a mennyben volt, mint Isten fia, közvetlen kapcsolatban az atyával, aztán gyermekként megszületett, és ugye a szülei elvitték őt a zsinagógába, a templomba, hallotta az ígérdetéseket, a prédikációkat, hallott az atyáról, de csak itt hallja újra az atya hangját, amely hangosan szól a mennyből neki. Egy nagyon különleges élmény részesül itt az Úr Jézus. Megkeresztelkedik, és azzal elkezdődik az ő nyilvános szolgálata. Elkezdődik az az időszak, amiért eljött az Úr Jézus a földre. Ez az első élménye az Úr Jézusnak, amikor feljön a vízből, az az, hogy szól az atya. És azt mondja, hogy szereti őt. Azt mondja az atya az égből a fiúnak, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát igazából Isten itt önmagát idézi. Nagyon érdekes. Isten itt valamit elmond, amit már korábban is elmondott. Egy zsoltárban és egy proféciában. Zsoltárban arról volt szó, hogy jön Isten népének a királya, aki uralkodik majd Isten gyermekein. És a proféciában, Ézsaiásnál arról volt szó, hogy eljön egy tanító, aki elmagyarázza az Isten igényét. Így két helyről Isten önmagát idézi ebben az egy mondatban, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A zsoltárban és a proféciában Isten előre mondja, hogy eljön valaki, aki majd elmondja Isten teljes igazságát, mint tanító, de el is vezeti Isten gyermekeit a helyes útra, mint király. Csak ugyan akkor még nem tudták, hogy kicsoda lesz az. És itt az Isten ugye, idézi önmagát, és az Úr Jézusnak mondja, na, ott van az. Ott van az a tanító, ott van az a király, akiről korábban beszéltem. Így kezdődik az Úr Jézus szolgálata. Az atya beszél hozzá, kifejezi a szeretetét, de megadja neki az életprogramot is, hogy mi a dolga. És igazából így kezdődött a Biblia. Így kezdődött az emberi élet. Ha fellapozzuk az első fejezetet a Bibliában, és megnézzük, hogy mi volt az első emberpár első élménye. Akkor azt látjuk, hogy a hatodik napon Isten megteremtette az első emberpárt, és utána mit csinál? Azonnal megáldja őket. Ez az első emberpár nagy élménye. Isten szeret bennünket, megáld bennünket. És utána Isten elmondja az első emberpárnak, hogy mi a dolguk. Szaporodjatok, sokosodjatok, uralkodjatok. Aztán még azt is mondja Isten, hogy mit egyenek. És az állatok mit egyenek. Isten mindent elmagyarázza rögtön az elején. Elmagyarázza az első emberpárnak azonnal, hogy miért vagyunk itt a Földön. De nem azzal kezdődik, hanem áldással kezdődik. Isten először megmutatja a szeretetét. Utána elmondja, hogy ember, te segíthetsz nekem, hogy fennmaradjon az a világ, amit teremtettem. Te leszel a király a földön, de nem az igazi király, mondjuk a helytartó. Mert ugye mindenen ott a címke, hogy Istené.
Tehát Isten bevonja az embert az ő munkájába. Az az érdekes. És Isten úgy is fejezte ki a szeretetét, hogy előbb volt az ennivaló, mint az ember. Ugyanolyan érdekes. Minden fa már ott volt. A rendezett kert már ott volt. És amikor megérkezik az ember, úgymond, amikor Isten megteremti az ember, Isten terített asztallal várja. Minden készen van. Ahogyan az emberiség története kezdődött eredetileg, úgy kezdődött az Úr Jézus szolgálata is. Mert ugye ő azért jött, hogy helyreállítsa a világot, helyreállítsa az emberi létünket, mert elrontottuk. Ugye mint folytatódik a történet a Biblia elején azzal, hogy jön egy állat, egy kígyó. És arról kezd beszélni az emberrel, hogy mit egyen az ember. Vajon Isten azt mondta, hogy egyik fáról sem szabad enni? Ami elég érdekes van, hogy Isten már elmondta, hogy mit egyen az ember. Minden fáról szabadon ehet, csak egy fáról nem. Egy fa azért van ott, hogy az ember mindig emlékezzen arra, hogy ő nem döntheti el egyedül, hogy mi a helyes és a helytelen. Mi a jó és a rossz. Ha az ember meg akarja tudni, hogy mi a helyes és a helytelen, akkor nem szabad azt egyedül eldönteni, azt Istentől el kell kérni. Ezért a jó és a gonosz tudásának a fája Isten fája. Isten mindent odaadott az ember kezébe, csak egy dolgot nem. Hogy az ember egyedül, Isten nélkül döntse el, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az ennivalóról Isten már elmondta a helyzetet. Aztán jön egy állat, és az állatnak is van véleménye az ennivalóról. Hát, sajnos az első emberpár belement a kísértésbe, és evett arról a fáról, amelyről Isten azt mondta, hogy nem szabad. És amikor az ember kilép abból a szabályrendszerből, amelyet Isten elmagyarázott, akkor tönkre megy a rendszer. Ugye, amikor egy gépet nem úgy kezelünk, ahogyan kell, akár a számítógépet, akár egy mechanikai gépet, ha nem úgy kezeljük, ahogy kell, akkor lehet, hogy kárt okozunk benne. És ha már egyszer valahol nem stimmel, valami nem stimmel, akkor lehet, hogy egyre nagyobb lesz a kár, és a végén azt a gépet már nem is lehet használni. Hát a teremtés is ilyen. Isten elmagyarázta a szabályokat. Elmagyarázta a rendet. És amíg az ember betartja a rendet, addig ez a rendszer éltető. Abban a pillanatban, hogy az ember azt gondolja, hogy ő ezt jobban tudja, más tesz, mint az, amit Isten mondott, akkor abban a pillanatban szét kezd esni az élete. Szét kezd esni az egész életrendszer, amiben él. Ugye olyan, mint egy kötött pulóver. Csak egy helyen kell valahol egy szálat elvágni, teljesen mindegy, hogy hol. Egy szálat elvágok, és hát megnézhetem, hogy időről időre ez a pulóver egyre jobban esik szét. Mert ugye mindennel összefügg. A pulóverben is, de az életben is. Az első emberpár első élménye nagyon felemelő. Nagyon pozitív. Isten szeret engem, az ki is fejezi, elmondja nekem, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek, hol vannak a veszélyek. Az első emberpár következő élménye nagyon rossz. Rossz hangra hallgatnak. És szétesett az ő életük, de nem csak az ő életük, hanem szépen, lassan szétesett az egész emberi élet. Éva szül két gyereket, aztán az egyik megöli a másikat. Ugye ez a következő élményük.
Borzasztó. Az Úr Jézus azért jött el, hogy helyreállítsa az életet. Az ő első élménye is nagyon felemelő volt. Isten beszél vele, mint ahogy Ádámmal, Évával. Elmondja, hogy szereti, elmondja az életprogramot. Mi az Úr Jézus következő élménye? Elég rossz. De ezt már ő választotta. Ugye az eredeti helyzetben, az Éden kertjében minden rendben volt. Éva nem azért evett a fából, fáról, mert éhes volt. Ha éhes lett volna, akkor bármelyik fáról ehetett volna. Azért evett, mert a kígyó súgta, hogy ez jó lesz. Tehát Évának, Ádának megvolt mindenük. Nem kellett volna erről a fáról enni. A kígyó ravassággal veszi rá őket. De az Úr Jézus oda megy, ahol semmi nincs. Az Úr Jézus direkt olyan helyzetbe megy, ahol nincs ennivaló. Nincs innivaló. Ki hívja maga ellen a kísértőt? Az embereken a kígyó talált fogást, amikor az embernek mindenek volt. Nem volt semmilyen hiány. Akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy jó, akkor átmegyek a te területedre. Akkor nézzük meg, hogy mit tudsz valójában. Nyílt sisakkal harcol az Úr Jézus 40 nap után, amikor az Úr Jézus azért már egy kicsit érzett. Eljön a kísértő. És azt mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Mi volt az Úr Jézus utolsó élménye, mielőtt bement a pusztába? Isten azt mondja a mennyből, te vagy az én szeretett fiam. Isten mondta. 40 nappal később jön a kísértő. Ha Isten fia vagy, azt mondja. Tehát nem biztos. Hát valami hang hallatszott a mennyből. Hát Isten mondott valamit. De ki tudja, hogy az igaz-e? Ez ugyanaz a ravasz trükk volt, mint az Éden kertjében. Vajon azt mondta Isten, hogy egyik fáról sem szabad enni? Nem. Ez a sátán első trükkje mindig. Ez az első kísértés az életünkben, mindig. Isten mond valamit. És azonnal felmerül a kérdés. Igaz-e? Isten elmondja nekünk, hogy hogyan kellene élni. Azonnal felmerül a kérdés. Lehet-e így a 21. században Magyarországon élni? Az Úr Jézus találkozik a kísértővel a pusztában. Hát lehet-e olyan? Ez nem mese? Ja, azonnal felmerülnek a kérdések. Hát ott vannak a kísértések. Azért ment tönkre a világunk, mert az első emberpár nem hitte el, hogy amit Isten mond, az mindig következik be. Abból indultak ki, hogy Isten mondott valamit, a kísértő mondott valamit, aztán neki kell eldöntenék, hogy melyik az igazság. Isten azt mondta, hogy nem szabad tenni a fáról, mert valami rossz fog történni. A kísértő azt mondta, hogy egyetek a fáról, meg valami jó fog megtörténni. Két vélemény, egy helyzetről. Hát akkor... És az első emberpár egyszerűen nem értette meg, hogy azt is meg kell nézni, hogy ki mondja
Ha Isten mond valamit, akkor az 100%-osan biztos, hogy úgy van. Ha bárki más mond valamit, az egyáltalán nem biztos, hogy így van. Lehet! Tehát akkor azt jól meg kell nézni, össze kell hasonlítani a tiszta igazsággal, Isten igéjével. És ha azzal nem egyezik meg, vagy amennyiben nem egyezik meg azzal, annyiban nem igaz. A kísértő azt akarta, hogy az Úr Jézus ne higgyen az Isten hangjának, az Isten szavának, hanem ő is tegyen valamit, ő bizonyítsa be, hogy Istennek igaza van. Ugye ez már milyen? Ez már milyen, hogy egy embernek kellene bebizonyítania, hogy Istennek igaza van? Akkor most ki a tekintély? Most ő a tekintély, vagy én vagyok a végső tekintély? Ez itt a kérdés. És ezért azt mondja az Úr Jézus, hogy nem. Akkor sem, amikor éhezett, ment bele az Úr Jézus ebbe a helyzetbe. Neki lenne hatalma arra, hogy megváltoztassa a köveket kenyérré. De nem fogja megtenni azért, hogy azzal úgymond bebizonyítsa, hogy Istennek van igaza. Hogy Isten igéje igazság. Mert nem arra való az egész. Isten igéjének azért kell hinni, mert Isten mondta, semmi másért. Isten igéje azért igaz, mert Isten mondta, semmi másért. Én úgyis hangosabb vagyok. Tehát az Úr Jézus visszautasítja a kísértést, és mivel? Nem a saját véleményével, hanem idéz a Bibliából. Azt mondja, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ugye két dolgot utasít vissza egyszer az Úr Jézus. Nem a kenyér kérdés a legfontosabb. Nem az az első kérdés az ember életében. Az első kérdés az ember életében az az, hogy ismerem-e azt az Istent, aki engem szeret? Aki az emberiséget eleve terített asztallal várta. Ismerem-e azt az Istent, aki még a sok-sok vétkem és bűnöm ellenére utánom jön, elküldi a saját fiát, hogy helyre jöhessen még az én életem is? Ez az első kérdés. És ha Isten azt mondta, hogy nem a kenyér a fontos, ha Isten azt mondta, hogy az az elsődleges, hogy ragaszkodjon mindenhez, amit Isten mondott, akkor utána nem kérdés az, hogy akkor most az Atya a mennyből igazat mondott, vagy nem mondott igazat. Azt nem az Úr Jézusnak kell bebizonyítania. Világos, hogy Isten mondta, ezért világos, hogy igazság, teljesen mindegy, hogy a kísértő milyen kérdéseket tesz fel. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, hogy hát nem ilyen élesen, de voltunk már ilyen helyzetben. Vagy vagyunk ilyen helyzetben. Ha itt vagyunk, ha rendszeresen olvasjuk az Isten igéjét, vagy hallgatjuk az Isten igéjét, akkor szól az Isten hangja. Ugye Isten gondoskodott arról, hogy az igazság megmaradjon. Le legyen írva, hogy mindig legyen egy mérce, amivel össze lehet hasonlítani bármilyen más véleményt, bármilyen más elgondolást, bármilyen más véleményt. Hogy hogyan működik a világ, az elég rendesen le van írva, nem olyan bonyolult az. Ismerhetjük az Isten igényét. Olvashatjuk a saját nyelvünkön. Ugye ezért harcoltak a reformátorok, hogy minden
minden ember kezében lehessen a Biblia. Mert ugye a reformáció korában már ott tartottunk, hogy még az sem értette az Isten igéjét, aki felolvasta. Mert csak latinul volt szabad felolvasni, latinul már senki nem beszélt nagyjából abban az időben, az egyszerűen meg pláne nem. És a reformátorok nagyon fontosnak tartották, hogy minden ember kezében legyen az igazság. Mert akkor és csak akkor lehet felmérni, hogy amit körülöttem mondanak az emberek, akár még a templomban is, az igaz vagy nem igaz? És ahogyan viselkednek az emberek, az jó irányba viszi-e őket, vagy sem? Ezért van a mérce, ezért kell. És legfőképpen magunknak kell, hogy amikor én azt gondolom, hogy ebben vagy abban a helyzetben ezt vagy azt kellene csinálni, akkor nézzem meg, hogy ez megegyezik-e az Isten akaratával, mert ha nem, akkor csak még nagyobb baj lesz belőle. Nem az a kérdés, hogy ismerhetjük-e az Isten akaratát. Az egyáltalán nem kérdés, minden lehetőség megvan nekünk. A kérdés az, hogy élünk-e vele, de még sokkal nagyobb kérdés az, ami itt felmerül a kísértés történetében. Hogy elfogadjuk-e? Elfogadjuk-e, hogy amit Isten mond az igaz, akkor is, ha ettől éppen nagyobb lesz a fájdalom az életemben. Ugyan itt az Úr Jézus visszautasítja a kenyércsodát, ami azt jelenti, hogy még éhezni fog egy darabig. De akkor is az a legfontosabb, hogy Isten mellett maradjon. Nem mindig könnyű ebben a világban Isten igéje mellett maradni, Isten akarata mellett maradni. Az ember nagyon-nagyon fájó helyzetbe kerülhet, ha ragaszkodik ahhoz, amit az Isten mondott. Mert ugye ez nem a többség véleménye. De nem számít, hogy mi a többség véleménye. Az számít, hogy mi az igazság, és az számít, hogy mi az éltető, mi az, ami végső soron áldáshoz és boldogsághoz vezet. És a teremtő szava az, aki a legjobban ismeri a világot, mert ő hozta létre, aki a legjobban ismer bennünket, mert létrehozott bennünket, és a bensőnkbe lát, jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Isten szava, a teremtő szava az, amely megmutatja nekünk a helyes utat. És akkor lehet, hogy nem fognak nekünk tapsolni. És akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy ti buták vagytok, hogy így meg úgy viselkedtek. Vagy azt fogják mondani, hogy ez így nem elég okos. Hát lehet, hogy egy másik ember szemében úgy tűnik, hogy még az Úr Jézus sem volt okos. Hát ha volt neki hatalma kenyeret csinálni kőből, akkor miért nem csinálta már 20 nap után? Azért nem, mert nem az volt az Isten akarata. És ha egyszer félről söpröm az Isten útmutatását, és valahol egy kis hiba csúszik, úgymond az életembe. Kis hiba csúszik a rendszerbe. Akkor előveszem újra a pulóvert. Majd megnézhetem magamat. Hogy hol kötök ki? És ezért olyan nagy-nagy dolog, hogy amikor az Úr Jézus elszenvedte a halált a Golgotai kereszten, akkor nem csak azt szerezte meg a számunkra, hogy Isten gyermekei lehetünk. Egyszerre azt is szerezte meg, úgy nevezik, hogy engesztelés. Azt is szerezte meg, hogy amikor Isten gyermekeként
kísértésbe kerülünk, és nem tudunk ellene állni, akkor azért is kérhetjük, és kapjuk az ő bocsánatát. Rengeteg ünnep szerepel az Ószövetségben, a legtöbbnek már nem is értjük az értelmét, sajnos. Volt a Páska, amikor Isten kivezette az ő népét Egyiptomból. 50 nappal később volt a Pünkösd, amikor Isten szövetséget kötött az ő népével. És a 7. hónapban volt az engesztelés nagy napja, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, és egy áldozatot mutatott be mindazokért a vétkekért, amelyeket Isten népe követett el. Mint az ő népe. És ez előre mutatott az Úr Jézus áldozatára. Hogy a húsvét, az Úr Jézus azt a csodát tette meg, azt a lehetőséget nyitotta meg nekünk, hogy a bűn birodalmából az Isten országába lépjünk be. Ez a húsvét üzenete. A pünkös napján elküldte a Szent Lelket, aki segít nekünk belülről megtartani az Isten akaratát. Tehát nem csak át vagyunk helyezve a bűn birodalmából az Isten országába, hanem meg is kapunk minden segítséget, hogy ott maradhassunk. És ezen a héten, szerdán lenne az engesztelés nagy napja. Az idők meg is tartják egyébként. Amikor visszaemlékeznek Isten gyermekei arra, hogy bár átkerültem a bűn birodalmából az Isten országába, és Isten megadja, megadott minden segítséget, hogy megértsem és betartsam az ő akaratát, ez mégsem sikerül. A zsidókhoz írt levél arról szól, hogy az Úr Jézus azért van most fönn a mennybe, és azért esedezik értünk állandóan, mert mi minden segítség ellenére sem vagyunk képesek arra, néha-néha nem is hajlandók arra, hogy az Isten mellett maradjunk. Ez baj, hogy nem maradunk az Isten mellett. És az kegyelem, hogy azt őszintén beismerhetjük, ahogy a gyülekezet nevében tettem is az Isten tisztelet elején, de azért mindenki külön-külön is gondolja végig a saját életét. Amikor rájövünk arra, hogy megint becsapott bennünket a kísértő, akkor Isten nem csapja ki, nem csap ki bennünket az országából. Ott vagyunk még mindig az ő keze alatt, csak engedetlen gyerekként. És ő vár bennünket, hogy elmondjuk, hogy atyám, vétkeztem ellened. Tudom, hogy nem volt helyes. Segíts, fogadj el. És meg fogjuk tapasztalni az Isten áldását. Milyen nagy, milyen szereteteljes a mi Istenünk. Az Úr Jézus életében megvoltak a felemelő élmények, amikor Isten közvetlenül beszélt hozzá. És amikor hiszünk az Úr Jézusban, ezek az élmények a mi életünkben is ott lehetnek. Az Úr Jézus életében ott voltak a nagyon rossz élmények, amikor a kísértő próbálta őt rávenni arra, az Isten fiát próbálta rávenni arra, hogy hátat fordítson az Istennek. És ezek a mi életünkben is előfordulhatnak. De aki hit által az Úr Jézushoz tartozik, az megkapja vagy az erőt, a látást, hogy meglássa a csapdát és azt elutasítsa, vagy ha nem, és mégis belement, megkapja a bátorságot,
hogy beismerje az Isten előtt a vétkeit. És akkor újra kezdheti. Ez az engesztelés nagy napjának az üzenete. Ez az evangélium üzenete. Amen.